a piros pirula, avagy a kék pirula, a világsikert arató Matrix című alkotás joggal vált a popkultúra szerves részévé, hiszen milliók fejtegetik és használják fel a filmben gazdagon feltálalt szimbolizációs rendszereket. A piros és kék pirulák közötti választás mindenképpen a film egyik legmegkapóbb és leginkább emlegetett mozanatának mondható. Mint tudjuk, a két tenyéren elhelyezett pirula egy sorsdöntő választás alkalmával jön képbe még a film elején. Mivel a filmben az a bizonyos piros pirula a mindent átfogó és meghatározó rendszertől a Matrixról való leválást jelképezte, ezért a különböző ébredő oldalak és egyéni ébredők millióinak a szabadság választását reprezentáló jelképévé, vagy ikonjává vált. Ez gyakran előfordul még az ébredők azon csoportjával is, akik magukat bibliai kereszténynek vallják. Legtöbben azonban úgy használják ezt a jelképet, hogy szemmel láthatóan fogalmuk sincs a film valós üzenetéről, vagyis a film elérte a célját is. Sikeresen elültette bennük azt a gondolatot, amit el kívánt ültetni. Egy biztos, hogy volt koránt sem arról híres, hogy céltudatosan ébresztgeti az emberiséget az igazságra és egy valamire való. Ébredőnek ezt igazán illene tudni, vagy legalábbis gyanakvóan gondolnia kellene arra, hogy netán valami csavar van a történetben. De hát a sztori, a tálalás, a látványos akciók és az egyéb vizuális hatások nagyon bejöttek a modern, szellemileg letunyult és könnyen manipulálható emberek számára. Pedig ha kissé mélyebben megvizsgáljuk úgy a film egészének, mint számos alelemének a szimbolikus üzenetét, akkor láthatóvá válik, hogy a buzgó piros pirulások alaposan meg lettek vezetve. És tudni illene, ez is volt a cél. Habár az egész három részes Matrix tanfolyam megérdemel egy hosszú és átfogó elemzést, ebben az írásban kizárólag a piros és kék pirula jelentősége kerül górcső alá. Ha ezek szimbolikus jelentését félreértjük, akkor a film egészének a mondani valóját pontatlanul fogjuk értelmezni, méghozzá a képen, ahogyan, és amire azt szánták. Az elemzést szigorúan keresztény szempontból végzem, akit ez zavar, az ne is folytassa tovább az olvasást. De miért is ne lenne az igaz keresztény nézet reprezentálva a számos más interpretáció mellett akkor, amikor a film egészen nyilvánvaló áll mesiási üzenete egy alig burkolt keresztény hit ellenes propaganda? Nos, a két pirula körül forog, erre épül az egész alkotás üzenete és további mondani valója. A rendezők rendkívül hatékonyan, jól felépített módon jelenítik meg a nagy választást, annak fontosságát, s azt, hogy tulajdonképpen mi között is kell dönteni. Neon keresztül a létnek, az életnek azon legnagyobb választása van kivetítve, amit mindenkinek meg kell tennie egyszer. Habár a filmben a választás kizárólag Neoé, de érzékeltetti azt, hogy tulajdonképpen mindannyiunké, s Neónak azokat kell követni, akik már megtették a maguk választását, hogy aztán őt is követhessék, mint a tömegeket a Matrixból kiszabadító mesiást. Maga a választás pontosan annak a monumentális és sorsdöntő választásnak a másolata, vagy paródiája, mint amely elé a kereszténység bibliájának Istene állít bennünket az emberi történelem kezdete óta. Őszüleinknek választani kellett, ekkor nem két pirula közül, hanem két fa közül. Az egyik fa az élet fája volt, amihez csak akkor juthattak el, ha engedelmeskednek alkotójuknak és az általa levetett rend szerint, vagyis a Matrixban élnek. De megjelent a Super Soul Morpheus, a sátán, aki teljesen mást ígért egy hazugság formájában. Hazugnak nevezte a teremtőt, s az általa megalkotott valóságot, a Matrixot rabságnak, elnyomásnak. Ő pedig ehelyett tudást, a mély titkok felismerését, szabadságot és örök életet ígért. Kettejük közül az egyik hazudott, s az nem az Isten volt. Az ember halandó lett, s a tudás, amit kapott, a jó és rossz tudása csak szenvedést hozott az emberiség történetében. Morpheus nem keseredett el, az általa okozott szenvedést okosan úgy állította be, hogy azoknak a teremtő és a Matrix az oka. Régi recept ez, de ha a tálalás mindig halad az idővel, akkor továbbra is osztogatni lehet a szabadságot és titkos tudást ígérő piros pirulákat, és mindig lesznek olyanok, akik mohón kapnak utána. Neo választása pontosan emiatt,
illetve ennek mintájára lett a filmben megjelenítve. A Kid Pirula két teljesen ellentétes sorsválasztását s a választás következményeit reprezentálja. Ahogyan az éden két fája. A választás tétje röviden, megmaradni az isteni uralom alatt, az általa levetett rendben, Matrixban, vagy kiválni abból, fölé kerekedni annak. A Kék Pirula választásával a teremtőre bízunk magunkat, elfogadjuk a sorsunkat, tudván, hogy senkik vagyunk, s aki formál bennünket, annak képére tökéleteséget nyerünk. Lelki szegényeként megmaradunk az adott rend keretein belül, alávetve magunkat annak a törvényszerűségeinek, alázatos hitel várva a teremtő által kinyilatkozott végkimenetelt. Ezzel ellenben, a piros pirula választásával céltudatosan függetlenítjük magunkat az adott állapotól, saját kezünkbe veszük döntéseinket és sorsunkat, magunk alakítva azt. Ki benne ébredne fel erre egy pillanatra az öntudat, az ego és becsvágy, én egy rendkívüli valaki lehetek az univerzum dolgainak nagy sémájában, és ezé csak rajtam függ. Olyan leszek, mint a jóképű neot, tehát egy bizonyos Morpheus állítja a sors döntő választása elé, korom fekete ruhában, sötét napszemüvegben, ami ugyebár a valós fény ellen véd, de emellett még igencsak szól, azaz menőviselet is. A névnek persze rejtett üzenete van. Morpheus a görög mitológiában az álmok istene, aki képes bármilyen emberi formát felvenni és megjelenni, üzeni nekünk az álmainkban. Morpheust és testvéreit a maguk valós formájában mindig szárnyas démonoként ábrázolták. Biblikus szóhasználattal élve, Morpheus, egy bukott angyali fejedelem, aki mellett számos más angyal áll Morpheus, vagyis ez az angyal természetesen mindannyiunk álmában megjelenhet, megkísérthet és elültetheti bennünk annak lehetőségét, hogy válasszuk a piros pirulát, s legyünk a Matrix-tól szabadok, függetlenek. Ez az utolsó és egyetlen esélyed. Innentől nincs visszaút. Ha a kék pirulát választod, akkor vége a történetnek, felébredsz az ágyadban, s azt hiszed el, amit akarsz. Ha pedig a piros pirulát választod, akkor itt maradsz a csodaországban és én megmutatom neked milyen mélyre megy a nyúl ürege. Tartsd az elmédbe, én csak az igazságod ajánlom fel, semmi többet. Olvasunk a sorok között, mit is ajánl itt fel Morpheus sátán, amikor esélyt ad a kárhozatra, a választás egyszeri és végleges. Aki eladja a lelkét, az abban az állapotban marad, nincs visszaút, ez nem megtévesztés, ez tudatos választás, amivel megpecsételődik az egyén sors. Persze megmaradhatsz abban, amit Isten neked szán és nincs hatalmam fölötted, minden megy tovább a maga rendjén, ahogy megvan írva. De ha a pirosat választod, akkor a csodaországba viszlek, a luciferi álom, a NWO szép új világába, ahol mi uralkodunk isteneként, és beavatlak a legmélyebb titkokba. Morpheus komor megjelenése ellenére határozottan a világosság angyalaként mutatkozik, 2 Korintus 11 óra 14 perc. Amikor az ördög megkísértette Jézust, ott nem mást tett, mint felajánlotta neki a piros pirulát. Ezek után talán világosabbá válik, hogy mit is kíván felvázolni és reprezentálni a filmben oly negatívan bemutatott Matrix. A Matrix nem más, mint Isten teremtése, a mindenség, az isteni rend, s mindaz, amit abban a mindenségben eleve elrendelt akaratánál fogva és mindenható ereje által véghez kíván és véghez is fog vinni. A szellemünkben megjelenő Morpheus sátán pedig lehetőséget kíván adni nekünk arra, hogy kilépjünk e rendből és az ő valós világának a részei legyünk. Hogy az első emberpárnak hazudott, no és, ahogyan ők, úgy utódaik is megvezethetők, ha kisé csalafintában és némileg kifinomultabban is kell tálalni a dolgot. Már a morpheuszi választás sem eredeti ötlet. Isten állította a választás elé az első emberpárt, sátán csak asszisztált. Valamint Isten az, aki az általa kiválasztott és vele szövetségre lépő embereket is a következő választás elé állítja. 5 Mózes 30, 15, 19, 20, 15 nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, kék pirula, a halált és a kárhozatot, piros pirula, 19 így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, 20 szeresd az Urat, a te Istenedet. Hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá.
Isten tehát rendkívüli alapossággal ismerteti velünk az elvárásait, tudatja velünk felelősségeinket és csak azután állít bennünket választás elé. Morpheus pedig először elhúzza az orrunk előtt a mézes madzagot, s csak a piros pirula választása után avat be bennünket mélyebben a titkaiba, amikor már eladtuk magunkat. Miért éppen piros és kék? Nos, a Bibliában a színek egyben jelképek is. A kék. Az igazság színe. 4 Mózes 15 óra 38 perc 40 38 szói Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék zsinórt 39 arra való ez a bojt, a kék ruha szegély. Hogy valahányszor ránéztek, emlékezetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, 40 hanem, a kék szegélyek által, emlékezetek. És teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Isten minden szava igazság, Zsolt, 119, 160, s ennek a kinyilatkozott isteni igazságnak a jelképe a kék szín, ahogy a fehér szín a tisztaság, a megtisztulás jelképe. A Biblia az Isten szava, s az ő igazságainak gyűjteménye, ha úgy tetszik, ez a kék pirula. És vajon mit jelképez a Bibliában piros szín? Lássuk csak sorjában. Első, a bűnt. Ézsaiás 1 óra 18 perc 18. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó, és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Második, a bűnszerzőjét. Jelenések 12, 3 ekkor egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején korona 4 farkával lesöpörte az ég csillagainak, angyalainak, 1/3-át, és a földre szúrta. A nagy, vörös, sárkány, az ősi kígyó, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot, jelenések 12, 9. Harmadik, Lucifer elkötelezett emberi eszközeit. Jelenések 17, 1, 4 első. Gyere, megmutatom neked a nagy kénő ítéletét, aki a nagy vizek fölött ülkető vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld lakói megrészegültek kéje borától, 3 lélekben elvitt a pusztába. Ott láttam egy asszonyt, skarlátvörös vadállaton ült, Sátán birodalmi haderejét irányította, amely tele volt káromló nevekkel, s 7 feje és 10 szarva volt 4 az asszony, nagy hamis valás, bíborba és skarlátba öltözve, arannyal, drága kővel és gyöngyökkel ékesítve. Negyedik, a kárhozottakat, a születési jogukat elkótya vetélő embereket, akiket a Szentírásban az Ézsauból lett Edom, jelentése vörös, reprezentál, 7 12 óra 16 perc 17. A sikeres produkció a luciferi megtévesztés, szellemi propaganda és a ravasz, megtévesztő hazugságok felegvárának, hojvódnak a terméke. Ennek a ténynek önmagában is elégnek kellene lenni ahhoz, hogy óvatosak legyünk a mondani valóval kapcsolatban. Isten nem használja Sátán szócsövét, Sátán szócsövei pedig kizárólag Sátánit ontanak. Sátán célja az univerzum feletti uralom elrablása Istentől. Így a hojvódi produkciók a sátáni seregek verbunkosai, amelyek szabadságharcra szólítják az embereket, minden érzelemre ható eszköz bevetésével. A filmben Neo a várva várt Teone, vagyis, az egy a kiválasztott. Az Antikrisztus, akinek luciferi rendeltetése az, hogy felébresze az emberiséget, felszabadítsa őket a vak tudatlanságból és harcba szólítsa őket a Matrix erői, isteni rend, ellen. Mivel Armagedonnál összegyűlnek a világ nemzeteinek összes seregei a visszatérő igaz mesiás ellen, a propaganda nem volt hiába való. Ahogy Neo az Antikrisztust reprezentálja, úgy a Matrix ellen lázadó szabadságharcosok a kárhozottakat, akik stílusosan egy Zion nevű városban laknak. Ezek azok az emberek, akik a piros pirulát választották, amikor Sátán Morpheus megkísértette őket a szellemükben és elhitette velük az igazságát. A piros pirula így az ördögnek eladott lélek, a fennevad bélyege felvételének a szimbóluma. A Matrixban, mármint a filmben, okkal keverednek a bibliai nevek,
Fogalmak és kifejezések a pogány nevekkel, fogalmakkal és kifejezésekkel. Ez az összemosás a megtévesztés szerves része. Miért éppen a biblikusan hangzó Zion nevet adták a lázadók felegvárának? Talán mert a Biblia szerint Sion az az Isten által megváltottak üdvös állapotára utal? Vagy inkább azért, mert a sátán zsinagógája, a luciferiánus háttérhatalom ezzel a megnevezéssel illette az általuk létrehozott cionista Izrael államát, ami előfutára és előfeltétele az antikrisztusi megtévesztésnek és az Isten ellen harcoló Zion világállamnak, annak a világállamnak, ami önállósítani kívánja magát az univerzum alkotójától és annak mátrixától. Ne feledjük Neo, vagyis az antikrisztus majd az igaz Krisztus helyett, Ellen, lép fel, egy hamis mesiásként, aki a Biblia istene és az ő rendje ellen harcol. Hojvódban megfordulnak a szerepek, a jó a rossz és a rossz a jó. Mindazok számára, akiknek ez kérdéses, vagy kétséges, az valszeg azonnal a piros pirula után fog kapni az adandó alkalommal. Magát a Matrixot, illetve annak miben létét egy a www.hurhovgod.hu honlapon található írásból kivágott résszel vázolnám fel. Mielőtt az idő és a tér, vagy bármi más létezett volna, az egyedüli, önmagából fakadó lételbíró lény az élő Isten volt. Neki tehát nem volt kezdete, sem eredete, s mivel ő maga által létezett így. Halhatatlan, JN 5 óra 26 perc, 1 Tim 6 óra 16 perc. Mivel létezett, ő magából fakadó létel bírt, így egy élő lény volt. Az ukori héberek úgy utaltak rá, mint Eloah, a káldok pedig, mint Elah. A teremtés előtt rajta kívül nem létezett senki és semmi, ő egy egyedülálló és egyedüli lény volt, LSD 2 Muz. 32 perc 15,17 század másodperc, Jób, 45 helyen, Esd 4.24-től 7.26-ig, Dán 3 óra 35 perc, Pélt 30, 4.5. Ő az, aki volt. Isten az szelem, Ján 4 óra 24 perc, aki nem egy hirtelen jött elgondolásból vagy szeszélyből teremtett. Mindent átfogóan kitervelte azt, hogy mit és hogyan fog cselekedni. Az ő öröklétű lét valóságában, mint tiszta szelem, elemezte a cselekedeteinek minden lehetséges kimenetelét. Isten nem változik, Jak, 1 óra 17 perc, Mal 3, 6, és nem kísérletezik, mert ő tévedhetetlen, így nem hibázhat. Isten örök és állandó. Tökéletessége révén a legcélszerűbb esemény sort vetette le és hozta mozgásba. Az egész teremtés mérhetetlen nagyságú kiterjedésének a teljes folyamatát átgondolta és eltervezte. Ez a mindenható lény mindent átfogóan összevetette a teremtés felépítésének és a teremtmények egymásra hatásának törvényszerűségeit, levetette a bonyolultan összekapcsolódó viszonyokat, és elrendelt minden lehetséges kimenetelt. Vagyis létrehozta azt a Matrixot, ami magában foglalja mindazt, ami valaha is végbe fog menni a világ mindenségben egy meghatározott esemény sorozatban. Levetette minden végbe menő cselekedet rendjét, a tetektől az ellenhatásokig és a végeredményig. Mivel ekkor még nem volt anyag és fizikai létvalóság, így mindezeknek a majdani cselekedeteknek az egymáshoz való viszonyai először teoretikusan kapcsolódtak össze Eloah elméjében. Vagyis az ok és okozat rendszere egy tökéletes és végtelen elme által kreált teoretikus törvényszerűségeken alapszik. Isten tudta a teremtés tervének véghezviteléhez szükséges minden valós lehetőségét, annak teljes összetett képében. Isten így tudott minden igazságot. Isten maga az igazság és mivel ő tiszta szelem, ez a tudata tiszta, örök igazságá vált benne, s kizárólag ezek által cselekszik, 5. Mósz 32, 4. Képes kijelenteni a véget a kezdetől, így minden tudó, és a 46, 10, Zsolt, 147, 5, Mát, 24 óra 36 perc, 1 Tim 6 óra 16 perc. Isten tudta, hogy a saját határozatai alapján mi lehetséges a teremtésben, és birtokában volt annak az erőnek, ami által mindent véghez tud vinni, azaz, Isten mindenható, Márk 14 óra 36 perc, Luk 1 óra 37 perc. A teoretikus fizika szerint létezik egy olyan állapot, ahol az esemény sorozatok végtelen kombinációi együtt léteznek.
Vagyis ez az eseménység tartalmaz minden lehetséges kimenetelt és azok minden kombinációjának a végtelen választékát, de csupán egyetlen kimenetel válik valóságá, amit eleve elrendelt. Néhány nagynevű teoretikus fizikus, mint például Roger Penrose az Emperor Schmu Mint című munkájában ezt, véleményem szerint korrekt módon, az Isten elméjének nevezi. Elméletileg tehát bármi megtörténhetne, ehhez végtelen számú, különböző esemény kombináció és kimenetel létezik, ám csak egy válik azzá, amit a teremtésben valóságként megtapasztalunk, az, amit Isten elméje, levetett akarata. Rendelete meghatározott még az idő kezdete előtt. Ezt a tudósok nyelvén determinisztikának, mi hívők eleve erendelésnek nevezük. Egyes egyedül Isten áll e Mátrixon kívül. Lucifer legnagyobb álma, vágya, hogy ő irányíthassa az eseménység választékának kimeneteleit a maga vágyai szerint, s a film is érzékelteti ezt a hiú ábrándot. Egyetlen lény áll a Mátrixon kívül, az Isten. Azok, akik belül élnek soha, de soha nem lehetnek az események irányítói, legyenek akár szellemi, akár fizikai teremtmények. Álmodozhatnak erről, de az álmodozás az élet megrontója. Talán ennek fényében kisé mélyebb értelmet kapnak Jézus Krisztusnak azon szavai is, hogy visszajövetelének idejét senki, még ő maga sem, hanem csak egyes egyedül az Atya tudja. A filmben Istent egy rideg mesterséges intelligenciaként, az általa vezérelt rendszert, Matrixot, pedig egy bonyolult algoritmussal kívánták kifejezni, pontosabban behelyettesíteni. Mintha Isten egy érzéketlen, gépies szörny lenne, aki arra tartja a teremtését, hogy feléje azt. Ez a torzítás sem véletlen, ugyanis Isten nem feléli a megváltott teremtését, hanem megosztja azzal önmagát, önmaga isteni létét. Szaturnusz, a hatágú csillag istene, Lucifer, az, aki felfaja, elpusztítja saját gyermekeit. Mindezek fényében maradjunk annyiban, hogy a kék pirulát választók az isteni rend mellett döntöttek, míg a piros pirula választói a luciferi lázadás részesei kívánnak lenni. A Matrix, vagyis az isteni rend része a szenvedés egy magasabb cél érdekében, s a szenvedés okozói, a piros pirulások, az általuk okozott bajt az istenek tulajdonítják, és abból az állapotból kívánnak kiutat biztosítani másoknak, ami eleve az ő hibájukból fakad. Ez pedig nem kiút, hanem halálos csapda. Morpheus egy dolgot kihagyott, vagy elfelejtett megemlíteni Neónak a pirulák felajánlásakor. Mégpedig azt, hogy az ő általa adott választás is a Matrix része, így végső soron hamis. Egy illúzió. Isten akarata, hogy a gonoszság által okozott szenvedés és kísértések által, azok közepette tökéletesedjünk, s ez Lucifer és követői által történik meg. Ez tehát a Matrix, az isteni akarat és rendeltetés része. A legnagyobb illúzió az, amikor elhisszük azt, hogy képesek vagyunk kilépni a mindentudó, mindenható és mindenek felett álló, de jóságos Isten hatásköréből. Nem, nem a Matrix az illúzió, hanem az abból való kiválás. Nincs választásunk kilépni abból. Egy választásunk van, az életet válaszuk, vagy a halált. Alkalmazkodunk-e az Isten akaratához, vagy végleg megszűnünk létezni?